pályáztak és nyertek. Nagykállói önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program keretében jövőre számos beruházást indíthat el az épületek energetikai korszerűsítése területén. A fontos tennivalók közé tartoznak az általános iskolák fűtési és szigetelési felújításai. Nyertünk most legújabban 394 millió forintot. Ez épületenergetikára nyertük. Az általános iskoláknak az alsó felső tagozatának a fűtés korszerűsítése, szigetelése, homlokzat felújítása, nyilászárócsere, napkollektorok létesítése használati melegvíz miatt kell. A források kiutalása már megtörtént az önkormányzat részére. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik, amit a vállalkozókkal való szerződéskötés követ. Ennek befejezése után az önkormányzat már jövő áprilisban szeretné elkezdeni a munkálatokat, és így 2018 őszén megtörténhet a felújított korszerű iskolák átadása. A nagykállói vállalkozóknak is segít az önkormányzat, hiszen a terület és településfejlesztési operatív program egy másik pályázatának köszönhetően egy inkubátorház épül majd a város külterületén, melyben több szakmai csarnokot alakítanak ki, így segítve a kezdő vállalkozók elindulását. Közel 600 millió forintot nyertünk egy másik toppos forrásból, ez egy vállalkozói inkubátorház építése lesz. A Újfehértojúthoz közel, a Porosladány düllőn van egy önkormányzati egyhektáros terület, és ide fogunk építeni egy logisztikai raktárat, logisztikai központot, illetve négy kisebb üzemet. Tehát lesz benne asztalos üzem, lakatos műhely, és egyéb műhelyeket fogunk építeni, irodával és megfelelő infrastruktúrával kiépítve. Ez az a cél, szeretné szolgálni, hogy akár kezdő nagykállói vállalkozók, vagy esetleg átmeneti helyek kapcsolatos nehézségekbe ütköző vállalkozók, tehát nagykállóiak, akik itt vállalkoznak, ide 2-3 évre megkapnák ezt a kis üzemet, és kedvezményes bérleti díjjal, illetve kedvezményes rezsiköltséggel tudnának vállalkozni. Az inkubátorház előreláthatólag 2018 végéig készül el teljesen.